kedves nézőinket. Mind magam, mind pedig kedves munkatársam, Bértes Imréné Piroska nevében is. Ez itt a Gólyahír, a Bölcsbagoly Természetvédelmi Oktatóközpont műsora. Kedves nézőink, minden évben el szoktam mondani ilyen tájban, hogy január-február itt a nyár. Hát ez most nem teljesen nem helytálló, mert igazi tél nem is volt. Igaz, hogy másút volt, de nálunk nem. Na, nálunk is volt azért fehér. Épp ezt akartam mondani, hogy előfordult, hogy hullott hó, le is fényképeztem, hatalmas pelyhegbe, de mire leért a földre, emlékszel, már el is olvadt. Csak bizonyos helyeken megmaradt, és a zöld meg a fehér váltakozása a feketével nagyon szép volt. Azt szokták mondani, a kutya nem eszi meg a telet, hát itt az azért véleményem, hogy csak megette. Annál is inkább, mert a környékünkön a fakopáncsok, nagy fakopáncs erősen dobol, ami azt jelenti, hogy fölül egy száraz ágra, és akkor kopogtatja a csőrével. Ez üzenet a párjának, hogy párt keres, és ez egy tulajdonképpen szerelmi üzenet. És Tiszalökön a hattyúk már párba úszkálnak. Így bizony, sőt a libák is. A libák is, kacsák is. Igen, de nálunk a kertben például a fekete rigók a bokor aljában úgy csöndben gyakorolja az éneket, nehogy elfelejtsen, mire rá fog kerülni a sor. A trubadur dalra ugyanis szükség van. Szóval, kedves nézőnk, a tavasz már itt jár a kertek alatt, csak még nem látszik a kanyartól. És akkor az üdvözlés és bevezető után térjünk rá az aktuálisra. Mindkettőnknek nagy örömére szolgált, hogy ez évben a szorgalmatos egy Deák Ferenc általános iskolában is elkezdődött a környezeti nevelés az iskola 6-6-os támogatásával. Közel 26 gyerkőc ült a székeken, az asztalok mellett, és lelkesen vett részt a foglalkozáson, ahol először természetesen az ismerkedéssel kezdtük, és tisztáztuk, hogy kik vagyunk és mit akarunk. És hogy ők is mit akarnak. Pontosan ezt akartam mondani, hogy tulajdonképpen természetet szerető, azt megismerni és védni akaró emberek vagyunk. Természetesen a foglalkozásról a derű és a humor sem, vidámság sem hiányzott, amint nagyban hozzájárult ahhoz, hogy oldódtak a gyerekek. Minden esetre dicséretet érdemel mind az országosan elterjedt környezetvédelem, mind pedig az iskolai nevelésében a gyerekeket bizonyították. Igen, és ez a felszabadult hangulat lehetővé tette, hogy megnyíljanak azelőtt a két ismeretlen felnőtt előtt, akiket először láttak. És ez azt a reményt keltette bennünk, hogy bízunk benne, hogy ez a kapcsolat tartós és gyümölcsöző lesz. Hát ennyit aktuálisként. Kedves nézőink, a múlt alkalommal a Szép vagy Gyönyörű vagy Magyarország sorozatban Berekben jártunk, és Tarpáig jutottunk el. És akkor, mikor a Tarpai hegyről lemásztunk, akkor mondtam, hogy most pedig ezen az úton induljunk Berek Surány, Berek Daróc felé, itt fogjuk most folytatni, Berek Daróc felé megyünk. Ahol tél van? Tavasz. Tavasz van. Tehát nem a hóból kidúló fejeket. De olyan, fejeket. Arra is fogok utalni bizony, hogy Berek Darócon, amikor bemegyünk Darócra, azért érdemes megállni egy pillanatra, hogy benézni a konferencia és üdülőközpontba, szenzációs, hadd mondjam, én már voltam ott egyszer, és aludtam is. Itt lehet többek között remek jó szálláshoz jutni, ha valaki Berekben akar túrázni és kirándulni, de jó előre le kell foglalni, mert nem biztos, hogy kap szállást egyébként. De a remek szobák mellett itt kiváló kaját, és még uszodát is talán, mindegyiket kipróbáltam, sőt bevallom töredelmesen, a vendégfogadó pálinkájuk is remek volt. A község mellett, Berek Daróc község mellett található a csodálatosan szép Dédai erdő. Emlékszel, sokszor jártunk ott. Valóban csodálatos. Ez is egy alföldi Gyert János tölgyes, mint a Tarpai téberdő.
És mint a képeken is látható, az erdőben számtalan ilyen kis ér, vizes ér húzódik, ezt itt miceknek nevezik, és ezek a micek teszik színessé ezt a területet. És bizony, hogyha kora tavasszal megy az ember, akkor még a gumicsizma is megmerülhet, mert előfordult, hogy nem tudtunk átmenni rajta. De ajánlom, hogy vegyék le a gumicsizmát, és utána húzzák föl a száraz csizmát a lábra, mert mi a hideg, míg átmegyünk rajta, hagyján, de egész nap a hideg vizes csizmába járjunk. Az kellemetlen lenne, bár ha tavasszal megyünk, akkor itt csodálatos virágnyílásban van részünk, nyílnak a tavaszi tőzikék, fehér, mint a képen is látható, fehér harangocskák csüngenek, és még hóvirágok. Amit is. Sokan hóvirágat éveztenek. Igen, de a hóvirág is nyílik közben, mind a hóvirág, mind pedig a tavaszi tőzikék. Gyerekenek azt szoktam mondani, hogy a hóvirágnak alsó szoknyája is van. Igen, igen. De ilyenkor nyílnak, már a piroska az előbb utalt rá, a kárpáti csillagvirágok, és ezek gyönyörű kis lila virágocskák, jól lehet látni, tényleg kis lila csillagocskák, a képen is látható, és előfordult velünk az, hogy egy ilyen kései havazás jött, mert mi mindig márciusi hó volt, március 21-én mentünk mindig, mert akkor iskolai szünet volt, ezt megnézni, és leesett a hó, és a hó alól a lila virágocskák bújtak ki, felemelő érzés volt. Csodálatos. A sekély micek vizében kora tavasszal ívnak, ott van a nászuk, a békák. A barna színű erdei békák, amelyek tökéletesen azonos színűek, mint az avar, hatalmas ugrásokkal mennek, és csak akkor lehet látni, amikor ugrik, mert amikor leül, akkor az avarban eltűnik. És a legnagyobb a dugró békák. Igen, de velük párhuzamosan a vízben ott láthatók a mocsári békák, amelyek érdekes módon a vízben csak ilyenkor vannak, tehát nem tartózkodnak a vízben csak a nász idején, és ami nagyon érdekessé teszi ezt a békafajt, egyébként barna színű, lehet látni, hogy ilyen világos csík húzódik a hátán, de amikor a nász ideje van, új ruhába öltöznek a hímek. A hímek gyönyörű kobaltkékek lesznek, képen látható. Erre szoktam mondani, hogy a fiúk belekékülnek a házasságba, de aztán rájönnek, hogy ez nem olyan sima dolog, és egy hónap múlva már épp is ők is olyan barnák lesznek, mint a feleségek. Óriási élmény volt számunkra egy alkalommal, amikor kint voltunk, emlékszel, hogy fehér virág szőnyeg, és az út közepén egy hatalmas szarvas bika állt. Leírhatatlan szép látvány volt, és hogy ezt még meg is koronázzák, az egyik bükkfára egy vadmacska mászott fel, és onnan lesett le ránk, és ha már megemlítettem a bükkfát, az Alföldön egyedül és kizárólag itt található őshonosan bükk. Tehát nem ültetetten, hanem őshonosan. Aki nem tudja, hogy ismeri fel, ha messzere virít a szürke, virágos szürke, sima kéreg, akkor az bükkfa. No és hogyha már megnézegettük ezt a gyönyörű erdőt, akkor érdemes visszagyalogolni a Gelénesre vezető útra, és tovább menni. Ugyanis erről az útról közelíthető meg legjobban a terület két híres tőzegmohalápja, a Nyírestó, amely a Kisasszonyerdő közepén van, és a Bábtava, mind a kettőről van kép, a Nyírestóról itt lehet látni, hogy még egy bűrűnek a maradványa is megvan, és a Bábtava a másik, ott szabad vízfelszín is jól látszik. Az 50-es évek közepén fedezték fel Simon Tiborék ezt a tavat, ezt a két tőzegmoha lápot. Erről azt kell tudni, hogy a tőzegmoha, ami ezt alkotja, az állandóan nő. És az alsó része, az pedig eltőzegesedik. Itt alattunk, amikor dolgoztunk rajta, olyan 2,5-3 méter vastag tőzeg
moha állomány volt, vagy tőzegesedett, és ezen... Annyira összefügg egymással, hogy megjárunk rajta, akkor több méteres körzetben mozog az egész talajalában. Csodálatos, csodálatos élmény. De vigyázzuk el, hova lépünk. Nagyon érdekes és nagyon nevezetes ez a tőzegmoha, mind a kettő tőzegmoha láb, mert olyan tőzegmohákat lehet találni, itt képen látszik a moha, amelyek csak Finnországban. És még itt. Igen. Tehát ők nagyon különleges. Na most ez a tőzegmoha ilyen zsombékokat alkot, és a zsombékok oldalában található a tőzegáfonya. Apró, pici, kis virágai vannak, képen is jól látható. A mocsár szélén, a láb szélén a tőzeg eper települ meg. A termése tényleg olyan, mint egy szamócáj, csak éppen icipici és ehetetlen, és nem erre való. Különleges növénye ezeknek a területeknek, mind a kettőnek a hüvelyes gyapjúsás, amelyet úgy tartanak számon, hogy posztglaciális, tehát jégkorszak utáni maradvány növény, úgy mondják tudományosan posztglaciális, a reliktum növény. És ott, ahol a semjékekbe följön a víz, és nagyobbak a zsombékok, ott található meg a különlegesen szép virágú növény, a vidrafű. Emlékszel, ennek a leveléből teát lehet csinálni. Nem tudom, hogy a semjék szót ismerik-e a kedves hallgatók. Mindjárt csak elmondom a teát. Jó. Tehát ilyen három levélkéből összetett levele van ennek a növénynek, a vidrafűnek. Eszeveszetten keserű, és a belőle főzött teja, viszont ha gyomorrontása vagy gyomorbaja van az embernek, akkor ebből a tejából iszik egy bögrével, és úgy elmúlik, mintha semmi nem történt. Tedd hozzá mális, azért ne szedjék le, mert ez szigorúan védett. Szigorúan védett, és igen, sokba kerül. Igen. Piroska mondta, hogy magyarázzam meg, hogy mi az a semjék. Hát a zsombék az közismert, ugye a növények által képzett ilyen bucka. Most a két bucka közti mélyedést nevezik semjéknek, amelyben szokott víz lenni. Ez különösen a zsombéksások esetében szembetűnő, ahol a zsombék akár 70 cm nagy lehet, és ugyanolyan mély a semjéke is, és elmerül a csizma. Nagyon érdekes, mert a tőzegmoha lápot, magát a lápot körbe, mint ahogy képen is látható, ilyen lábas, égeres erdő szegélyzi, meglehetősen mély vízzel. Nos, nagyon nagy élmény ezeket megnézni, ezeket a lápokat, de mindenkire felhívom a figyelmét, hogyha itt ezt elmegy megnézni, a lápra bemenni nem szabad, mert a taposással komoly kárt okozhatunk. Ha de vannak pallók, amelyeken lehet menni. Igen, és ott meg lehet nézni. Ha megnéztük a lápokat, visszamegyünk a Gelénesi útra, akkor tovább mehetünk Gelénesen át egészen Vámosatyára. Nos, ez a község nagyon érdekes, gyönyörűségesen szép temploma van, a 13. században épült, mint minden ilyen templom, majd később is látni fogjuk, Lónyán is, Csarodán is, Márok Papin is, mind 13. századi templomok vannak, mind gótikus stílusban épült, itt is, és azt jól mutatja a mérműves ablak, az a gótikának a jellegzetessége, amikor ilyen csipkeszerű képződmény faragott kövek vannak az ablakban, és bent a templomban, az apszisban megtalálható a falba épített kis szekrény, a szentségtartó. Annak idején ott tartott. A 16. század közepén a reformáció megjelenésével lett református templom, mint az összes itteni templom. Nagyon érdekes, gótikus templomok ugye úgy épültek, hogy kőbordák tartják a mennyezetet, és a kőbordákat pedig egy zárókő zárja le, és itt a zárókő boltozatát lezáró zárókövön a Gutkeled nemzetségnek a három sárkányfogas címere látható. Felhívom a figyelmet arra, hogy a Gutkeled nemzetség a bátoriaknak a őse volt, és Nyírbátorban a templomoknak ugyanez a három sárkányfogas címer figyelhető. Megjelezve azt, hogy a Gutkeled nemzetség volt a templom
kegyura. Mint minden egyes templomnak itt kegyura volt, és az építette föl. Tehát a gazdagok a pénzüket erre is adták. Igen, igen. Na de nem csak erről nevezette sem az a község, Vámos atya, hanem a község határában épült a Büdi vár. Nem Tisza Büdre kell gondolni, és a Büdi boszorkányokra, hanem Büdi Mihályra, a munkácsi várnagyra, aki itt vásárolt magának birtokot, és fölépítette Vámos atya határában a várat. Lehet látni a képen, ez egy rekonstrukciós kép, az ásatások során állapították meg, hogy milyen lehetett ez a vár. Nem különösebb katonai szempontból nem volt különös értéke, még akkor sem, hogyha a várárok védte, inkább a Büdi családnak volt ilyen gazdasági központja. Ennek ellenére a Büdi család próbálta megerősíteni, hogyha török portyázók erre jönnek, az előtt attól őket meg tudta védeni. Igen, ám csak, hogy volt egy kis baki. Mert hogy a Büdi család a Habsburgokkal kezdett el kokettálni. No, nem tetszett ez Báthory István erdélyi fejedelemnek, a későbbi lengyel királynak, és egyszerűen fogta a seregét, lement a Vámos atyára, hogy szitával lőtte a várat ágyúkkal. Hogy ez tényleg így történt, bizonyítja ezt, hogy az 1965-ös ásatások során megtalálták az ágyúgolyókat, és ma már, mint a képen is látható, csupán a várfalaknak és az épületnek a romjai maradtak meg. Ennyi maradt a Büdi várból. Innen Vámos atyáról nagyon könnyen lehet megközelíteni a Bockereki erdőt, ami egy hatalmas erdő, test jártál te is benne, egy csodálatosan szép erdő, a Szatmár-Beregi Távvédelmi Körzetnek a része, rendkívül gazdag élővilággal, ami egy külön műsort is megérdemelne, lehet, hogy bele se férne. Ebből a gazdag élővilágból mindössze három jószágot fogunk megemlíteni, a fekete gólyát, ami rendkívül rejtett életet él, olyan helyen fészkel, hogy magában az erdőben tudja megtalálni a táplálékát is, legalábbis amíg fészkel. Tehát erdei gólya. Erdei gólya, igen, pontosan. Bár a fehér gólya is régen erdőben fészkel. Hát, de ma napjainkban már nem. Már nem. De a korábbi időben ritkaság számba menő hollók szép számmal települtek meg. Én emlékszem, hogy milyen nagy szám volt az, hogy holló fészkel a területen. Ma már nem az. Ma már, hála Istennek, nem? És gyakran találkozhatunk itt az eleven szülő vagy hegyi gyíkkal is, amelyről a múlt alkalommal sokat meséltem. Aztán érdemes innen visszafordulni Barabás felé, ahol ismét egy vulkáni heggyel találkozhatunk, a Tarpai Nagyhegy egy kicsit nagyobb testvérével. Ez az úgynevezett Kaszonyi hegy, amely a Kárpátaljára eső mezőkaszonyról kapta nevét. Nagyon érdekes, mert amikor a határt húzták, akkor úgy húzták meg a Szovjetunió felé a határt, akkor még Szovjetunió volt, és az Ukrán Szocialista Köztársaság volt a határon, hogy a Kaszonyi hegy tetején ment a határ. És a fele Kárpátaljára esett, a fele Magyarországra, Barabásra. Az érdekesség aztán az volt, hogy itt a rokonokat, családokat is elválasztották, mert a sógor a Kaszonyban lakott, mezőkaszonyban, a másik sógor meg Barabáson, és aztán nem tudtak találkozni, mert hát a Szovjetunióba átmenni nem lehetett, és mégis hogy oldotta meg a férnájszos magyar ész, mezőkaszonyból is, meg Barabásról is fölmentek kapálni a szőlőt, vagy metszeni a szőlőt, vagy szedni a krumplit, és akkor énekeltek, közben pedig mert a beszélgetni nem lehetett átja. Hát ott ment a szovjet katona, és vigyázott, hogy itt át ne menjen még a légy se. És a hang se. És a hang se. Na de azért átment a hang, mert Julis néni, aki ott kaszált, énekelte, hogy hogy van, kédes komám, a másik meg visszajön, én nagyon jó vagyok, bár anyósod meghalt, jaj nekem, nem tudtam elmenni a temetésre, és így folyt a beszélgetés, rettentő jókat derültünk ezen annak idején.
A hely tulajdonképpen nem magas, mindössze 240 méter tenger szín feletti magasságot ért el. Anyaga riolit tufa, amelyet igen keményen bányáztak, a vízügyé volt a bánya, és vízügyi építésekhez, ártéri, Tisza parti megerősítésekhez, útépítésekhez használták fel a közetét. Ma már felhagytak a bányászattal, csak a bányafalak maradtak meg, mint a képen is látható, amelyen itt-ott még az uhu is megtelepszik. Igen. De ezt már láttuk a tarpai nagyhegyen is. Az eredeti növényzet nem maradt meg, mert mind a szőlő, mind a gyümölcstermesztés, meg a bányászat is akkora sebeket ejtett rajta, hogy csak kis foltokban találhatók meg a kocsánytalan tölgyesek, itt a kép is látható a kocsánytalan tölgy, és egy nagyon érdekes szurdokerdő, ezüsthársas szurdokerdő foltja is van, egy ilyen keskeny hegyről levezető árok, azon egyszer ballaktunk lefelé, mikor itt volt a táborunk. És kis foltba sziklagyepp is megmaradt, ezen csodálatosan szép zöld gyíkokat figyelhetünk meg. Ha megnéztünk mindent Barabáson, akkor érdemes egy nagy kanyarral Mátyuson keresztül Lónyára menni. Lónya a híres lónyai családnak a birtoka volt, és ennek a családnak kiemelkedő alakja volt Lónyai Menyhért, aki miniszterelnök is volt, és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke is. A hajdani lónyai kastélyból és az azt körülvevő parkból jószerével semmi nem maradt meg, csupán egy szelíd gesztenye, nem? Vadgesztenye. Vadgesztenye alléjén sétáló út. A fáma szerint, a hagyomány szerint azonban a Bánkbán felesége Melinda itt élt, és itt ment neki a Tiszának, és lett öngyilkos, ahogy azt Katona József leírta a Bánkbán című drámájában. Hogy aztán ebből mennyi az igaz, azt nem tudom. Híres a község temploma, ismét templomban vagyunk, szintén a 13. században épült gótikus stílusban, de a barokkban építettek hozzá egy újabb bejáratot, előbb itt is katolikus templom volt, természetesen freskókkal, mint minden egyes templomban freskók is voltak. Amit aztán lefestettek. Lefestettek, most aztán a restaurátorok mindenütt előszedtek, és nagyon vigyáznak rá. Ma a református templom. Beregi útunk végén érdemes még egy kis utat tenni a Lónyai erdőbe, amely tulajdonképpen nem is Lónyához, hanem Mátyushoz van közelebb. És már régen nevezetes volt a gyönyörű szép kárpáti szarvas állományáról és az itteni folyó szarvasbőgésről. Aztán későbbiek során betelepített és ma már nagyon szép populációban előforduló dánvad állományáról. És híresek az őzei is, bár ennél nagyobbakat is lőttek már a megyében. Ragadozó közül pedig a rókát említjük, noha Kárpátok felől olykor még a farkas is előfordul. El kell mondanom, hogy itt is vannak mélyebb vizes területek, a micek, és itt a vízisiklókkal akadhatunk össze, de a Beregben itt írták le először a keresztes viperát, amelynél a ivari kétalakúságban a nőstény viperák azok barnák, a hímek azok szürkék, és el kell mondani, hogy vipera nem véletlenül kapta ezt a nevet, mert vivipara az eleven szülőt jelent. Hát ez nem eleven szül, elevenet tojik, benne a testében kelti ki a tojásokat, ezek nem bőrnemű tojások, hanem csak hártya veszi körül őket, ott kelnek ki a kis kényók, és aztán, mikor eljön az ideje, kifejlődtek, akkor kitolja a mama, az a vékony hártya lejön róluk, és a kis kígyó azonnal üzemkész, tehát ahogy kibújt anyuból, ne nyúljunk hozzá, mert a harapása pont olyan hatásos, mint a szülőjé. Ezzel a kirándulással fejezzük be a beregi útjainkat azzal, a reménnyel, hogy a következő két alkalommal még nem megyünk el a megyéből, maradunk itt, és Szatmárba fogunk utazni. És most jön a
kérdés, hogy mondd, te tudtad. Üde izgulok. Meg fogod tudni válaszolni. Tél végén már nagyon hiányzanak az embereknek a friss zöldségek. Mit gondolsz, mivel lehet ezt elsőként pótolni kora tavasszal? Hát csak a tyúkhúrral. Nem. Is. Ma szinte télen a hó alól is veszedhető. Hát én a metélő hagymát említeném először, amely szintén már de kora... tyúkhúr hamarabb. Két növényt is akartam mondani, lelőttél, most mit csináljak? A másik a tyúkhúr lesz. Előbb a metélő hagymát említem. A képen is látható, hogy ez egy csomóban nő, és ilyen vékony szállai vannak. Kisé fokhagyma ízű, remek, bevallom a kertemben már szen, és remekül lettem vajas kenyér. És jobb ízű, mint az, amelyik cserébe ültetben ült. Így igaz. A fasorokban, árokpartokon, bokros helyeken, ritkás erdőkben terem meg ez a növény, de akkor, amikor szedjük, akkor ne cibáljuk kézzel, mert akkor kicibáljuk a hagymáját is, és akkor jövőre nem lesz, hanem ollóval vagy bicskával vágjuk le, és akkor következő évben is. És ne örüljünk, ha jó vastag hagymát találom, hát az nem a hagyma. Az nem a tyúk. Nem ehető a tyúktaré. Igen, de hát az ember megkóstolja, és akkor a hagyma is rögtön lehet látni. Amikor leszedjük, megmossuk, mindenképpen meg kell mosni, utána... Hát én nem szoktam bevallom töredelmesen. Az igazság az, hogy most már érdemes. Ma már annyi féreg található, amit az állatok is terjesztenek, hogy érdemes lemosni. És különösen, ahol róka is van. Ott meg pláne, mert echinokokuszt kaphatunk tőlük. Na, elég az hozzá, hogy ha hazavittük ezt a hagymát, akkor szépen megmosva apróra vágjuk, zsíros kenyérre, vajas kenyérre szórjuk, salátába lehet rakni, de vajba keverve még ilyen nagyon jó fűszeres vajat is lehet belőle csinálni. Hát lelőttél, mert már is kitaláltad, hogy a másik növény a gyomnövénynek számítom, mindenütt előfordul. Még hogy kitaláltam, de kijavítottam el az első. Igen. Ragaszkodom hozzá. Jó. A tyúkhúr képen is látható, egy apró szegfűfélékhez tartozó növény egyébként, és lehet látni a virágán is, kis fehér virágai vannak. És nagyon finom. És kora tavasszal kell szedni, amikor a gyenge a hajtás. Ma az öreg már kesernyés, igen, mint a salátának is. Igen, tehát az elejét, a felső részét kell levagdosni, szépen apróra lehet vágni, salátát készíteni belőle. Öntetnek viszont mindenképpen javaslom az almaecetet. Tehát almaecet, víz, cukor segítségével csináljunk öntetet. Tudnilik az almaecet önmagában is egy gyógyító hatású anyag. Tehát, kedves nézőink, ki az erdőbe, ki a szabadba, és szedjük a természet ajándékait. És ezzel be is fejezzük mai műsorunkat. Búcsúzunk, kedves nézőinktől, megtisztel, hogy néztek bennünket, és azzal a reménnyel zárjuk mindketten, hogy következő alkalommal újra találkozunk. Viszontlátásra! Viszontlátásra.